Virginia Woolf. A világító torony. Az ablak. Egy. Holnap, persze, ha szép idő lesz, mondta Mrs. Ramsay. Ha nem, akkor a madarakkal ébredj, tette hozzá. Fia roppantul megörült a szavaknak, mert így hát, mintha eldőlt volna, meg lesz a kirándulás, itt van, egy éjszakányi sötétség, s rá a másnapi vitorlásút közelségében a csoda, melyet ő jó szerint évek óta várt, mert hogy már 6 évesen is ama számosok egyike volt, akik emezt az érzést nem tudják elválasztani amattól, s a jövő esélyeit, ha örömöt, ha bánatot, a jelen szeszélyeivel fedik át. Az ilyenek tudni élik már kisgyermekként is képesek kristályosítani és rögzíteni bármely pillanatot, amelyre az érzelmek kerekének forgásából ragyogás árad, vagy árny borul. James Ramsay, a padlón ülve kis ábrákat vagdosva a hadsereg és haditengerészet áruházának képes katalógusából, anyja kijelentésének hallatán így övezett mennyei fénnyel egy hűtőszekrény fotográfiát. Font köré boldogságos glóriát, s hataliga, ha fűnyíró, ha nyárs, nyárfa suttogás, ha eső előtt a levelek kifehérlése, ha varjukárogás, a seprűnyél koppanása, női ruhák zizegése, minden oly színesen és élénken rajzolódott ki a képzeletében, hogy az egésszel már is megvolt az ő titkos kódja, saját nyelve, és pedig annak ellenére, hogy közben, mintha ő lett volna a szigorú megalkuvást nem ismerő komolyság szobra, magas homlokával, fürge kék szemével, mely tévedhetetlenül tisztán és őszintén tekint, rosszallólag, bármi emberi gyengeségre, de úgy, hogy anyja az olló biztos gyors járását figyelve a hűtőszekrény képecskéje körül, fiát már is magas bírói székben képzelte el, hermelines, piros palástban, vagy ahogy fontos, rangos vállalkozást vezet közdolgok válságának idején. Jó-jó, hallatszott akkor egy másik hang, James apjáé, aki megállt épp a szalon ablaka előtt, csak éppen ez az, hogy nem lesz szép idő. Lett volna keze ügyében balta, piszkavas, bármi más íj fegyver, melyet apja mellé bevághatna, hogy azonnyomban megölje, James élt volna az alkalommal. Mert Mr. Ramsay már a puszta jelenlétével rendre ilyen végletes érzéseket váltott ki gyermekei szívében. Ahogy ott álltak éppen most is, késpenge keményen, és vékonyan, gunyoros mosolyal, nem csak azért, hogy kiábrándíthatja fiát, kicsit nevetségessé teheti feleségét, aki mindenben 10 000-szer külön nála, így gondolta James, de valami titkos önelégültséggel csak így, hogy az ő ítélete tévedhetetlen. Amit ő mond, az úgy van, de mindig, hiszen ő minden hamisságra képtelen, a tényeket nem manipulálja, egyetlen rossz szón nem változtat senki, embergyermeke, főleg nem a maga édes gyermekei kedvéért. Nem, hadd tudják meg, ez ágyékából szakadottak, hogy az élet bonyolult. A tények makacs dolgok, és hogy elérjük amaz ígéretes földet, ahol legszebb reményeink válnak, aztán semmivé, s ahol rozog a bárkáink, vaksötétben bolyongnak. Idáig érve, már ki is húzta magát, apró kék szemét szűkre vonva, szegezte a láthatára Mr. Ramsay. Bizony. Mindenek felett a bátorságra, az igazságra és nagy kitartásra van szükségünk. De hát, lehet szép idő lesz, és nagyon remélem, az is lesz, vágott vissza Mrs. Ramsay, türelmetlenül csavarintva egy kicsit a vörös-barnás harisnyán, melyet épp kötögetett. Ha ezzel ma estére elkészül, s végül csak kimennek a világító toronyhoz, hát odaadja az őrnek ott, legyen a harisnya a csont ABC-vel, csípőbeteg kisfiáé. És összeszed még mindenfélét, régi képes újságokat, netanán egy kis dohányt, ilyeneket, amik rég nem kellenek, csak a helyet fogják a házban. Odaadja az egészet ezeknek a szegény nyomorultaknak, akik nyilván halálra unják is magukat, hiszen egész nap ott ülhetnek csak
Tisztogathatják a lámpát, vagdoshatják a kanócot, gerebjézhetik abban a parányi kertjükben, csak hogy elüssék valamivel az időt. Mert csak ugyan, ki lenne hajlandó bebörtönözni magát minden alkalommal egy hónapra viharos időben, alkalmasint, még annál is tovább, egy teniszpálya méretű sziklán? Ezt kérdezte magában mindegyre Mrs. Ramsay. Igen, és hogy se posta, se újságok, se egy lélek, és a nős, az ilyen illető, hát nem látja a feleségét, se nem tudja gyermekeinek, hogy megy sora. Hát, ha betegek, netán lezuhantak valahonnét, kezük, lábuk törték, s hogy hétről hétre csak a sivár hullámokat lássa, ahogy jönnek, megtörnek, azután támad egy iszonyú vihar, de hogy hab veri be az ablaküveget, madarak csapódnak, a fényszórónak inog remeg a kaiba, és emberfia ki nem dughatja még az ajtón se az orrát, mert félhet, hogy a tengerbe sodorja vajon az ár. Ilyenhez is kinek volt kedve? Kérdezgette ezt Mrs. Ramsay, főleg leányaitól. Hozzátette akkor hirtelen hangot váltva, oda kell adni ezeknek a jámboroknak mindent, ami csak könnyíthet dolgokon. A szél nyugati, szögezte le most az ateista Tensley, széttárva csontos ujjait, hogy fújjon át közeiken, ugyanis ő maga Mr. Ramsay mellé szegődött alkonyi sétáján, vagyis, hogy a teraszon föls alá jártak. Már most a szél így a lehető legrosszabb felől fú, ami a kikötést illeti a világító toronynál. Nem vitás, gondolta tovább Mrs. Ramsay, ez az alak aztán az igazi kellemetlenkedő. Ráadásul mit kotnyeleskedik, keseríti el még jobban James-t, hanem ő azért a sok undokság ellenére nem hagyta volna soha, hogy a fiatalembert kinevessék. Persze, így csúfolták, a kis ateista, az Isten tagadó. Ugratta Rose, ugratta Prue, és ugratta Andrew, Jasper, Roger, még a fogatlan vén borz is megmarta, lévén, hogy ő, ahogy Nancy fogalmazott, a 110. ifjont, aki egész a Hebridákig feljött utánuk, holott üldözők társasága nélkül sokkolta volt. Ugyan már, mondta erre igen szigorúan Mrs. Ramsay, eltekintve már most a túlzások kedvelésétől, ami örökletes tulajdonságnak is bizonyult, meg hogy így, mint jogosan, untalan célozgattak rá. Boldog-boldogtalant meghívogatott, s némelyeket aztán a városkában kellett elszállásolni, nem. Ő képtelen volt elviselni, hogy vendégeivel udvariatlan legyen bárki, s végképp nem az olyan fiatal emberekkel, akik koldus szegények, fenemód tehetségesek, mondta ezt is a férje, bár épp neki adóztak. Csodálattal mind, igen ám, de hozzájuk jártak vakációzni. Valójában az egész másik nemet védelmezte Mrs. Ramsay. Számára is rejtély volt, miért. Jó a lovagiasságukért és a bátorságukért. Ilyenek ezek a férfiak, képesek szerződéseket nyélbeütni, Indiát kormányozni, pénzügyeket igazgatni. Nem utolsó sorban azért, ahogy vele viselkednek, az ilyet minden nő óhatatlan megérzi, örömmel veszi, érzi az álhatatosságot, a gyermeki tisztelettudást benne. Egy idősödő hölgy bátran elfogadhat ilyesmit egy fiatalembertől. Tisztesség nem esik. És jaj, ha egy lány, Isten ne adja, az ő lányai nem érzi, de a csontja velejéig, hogy mit jelent mindez. Szigorúan szembeszállhat Nancyvel, hogy Tensley nem üldözi őket. Tensleyt ők meghívták. Találni kell itt valami megoldást. Nyilván lesz az egésznek valami egyszerű útja, sóhajtott. Nem olyan bonyolult. Mikor a tükörbe nézett, látta őszfürtjeit, beesett arcát, s hogy 50 éves, azt gondolta, alkalmasint jobban is igazgathatná a dolgokat. Értve ezt férjére, pénzre, a férje könyveire, hanem ami őt illeti, hát nem egyetlen pillanatra sem fogja megbánni döntését. Nem hátrál nehézségek elől, kötelességeit el nem hanyagolja. Ezzel ő így csak ugyan félelmetes volt, és csak nagy csöndben aztán tányérjukról felsandítva,
már a Charles Tansley dolgában végighallgatott szigorú anyai szónoklatot követően mertek a lányok, Prue, Nancy és Rose megint amaz eretnek gondolatokkal eljátszogatni, melyeket titkon szövegettek az anyukétől különböző életről. Párizsban talán, s egy vadabb élet volna, nem örökké az, hogy most ezzel, most azzal a férfival bajlódunk, mert mindhárman csöndes gyanúval tekintettek a bátor kiállásra és a hódoló lovagiasságra, az angol nemzeti bankra és az indiai birodalomra, a gyűrűs ujjakra és a csipkékre, bár az is igaz, mindőjük számára ott volt e dologban valami a szépség lényegéből. Sőt, kislányos szívükben ez idézte föl a férfiasságét is. És ezért volt az, hogy az asztalnál, ahogy rajtuk volt a szeme, igenis tisztelték anyjuk fura komolyságát, szélsőséges udvariasságát, hogy mint királynő, ha kiemeli a sárból, s megmossa a koldus mocskos lábát, úgy figyelmeztetgeti, feddi őket szigorral, e nyomorult ateista miatt, aki idáig üldözte őket. Pontosabban, hát, akkor meg lett hívva ide Sky szigetére. Parta szállás a világító toronynál pedig nem lesz holnap, mondta Charles Tansley, tapsolt egyet, így állt ott Mr. Ramseyvel az ablaknál. Ez akkor most már elég volt a szóból. Mrs. Ramsey nagyon szerette volna, ha magára hagyják James-el. Más utársalognak tovább. Tansley-re pillantott. Szánalmas figura a gyerekek szerint, mindene púpos vagy horpat. Nem tud krikettezni, nyakába húzott fejjel csoszogva jár. Durván epés, állapította meg Andrew. Tudták, mit szeret igazán, sétálgatni fels alá, tárgyalván Mr. Ramseyvel, kinyerte ezt, kinyerte azt, leszögezvén, ki elsőrangú ember a latin verselésben, ki tündökletes elme, de mintha alapjában megbízhatatlan volna. Ki az, aki vitán felül a legígéretesebb valaki a Balliolban? Ki temetkezett el most egy időre Bristolban vagy Bedfordban, akiről azonban még hallani fognak, ha megjelenik prolegomenája, melynek első oldalait bizonságból Mr. Tansley magával is hozta, hát ha érdekli Mr. Ramsey-t. Mit is írt ez az illető a matematika vagy a filozófia valamelyik szaká ágazatához? És e félikről beszélgettek. Mrs. Ramsey olykor óhatatlanul el is nevette magát, mondott valamit a napokban, ő holmi hegymagas hullámokról. Igen, így erre Charles Tansley háborogtak kicsit. Jó, de hát nem lett tőlük csurom víz? Valamicskét tapogatta meg akkor kabát ujját zokni át Tansley, de nem igazán. Hanem a gyerekek azt mondták, őket nem ez zavarja benne, s nem az arca és a viselkedése az sem, hanem ő maga, a gondolkodás módja. Ha valami érdekes dolog volt épp a téma, emberek, zene, történelem, bármi, és ha ráadásul szép este volt, hát miért nem ülnének odakint? Nos, amit ilyenkor felpanaszoltak, csak az volt, hogy Charles Tansley nem nyughat, míg az egészet ki nem forgatja, megcsillogtatni tudását, lenézhetni valamennyiüket, késélén nem táncoltathatja az ügyet, hogy mindenkit felbosszantson vele, s a maga maróan gúnyos modorában leneszedjen minden lehető keresztvizet. S hogy tárlatokra is azért jár csak, így a gyerekek, hogy megkérdezhessen valakit, tetszik-e az illetőnek az ő nyakkendője. Isten engem úgy, így Rose, hogy az illetőnek nem. Asztalbontáshoz érvén a 8 Ramsey gyerek úgy eltűnt nyomban, mint a kámfor, mentek hálószobáikba egyetlen védett helyükre a házban, ahol másút nem is beszélhettek bizalmasan. Tansley nyakkendőjéről, a reformtörvény megszavazásáról, tengeri madarakról és a pillangokról, emberekről, miközben a napfény mindegyre áradt a kis padlásszobákba. Deszkafalacskák voltak csak az elválasztók, áthallatszott minden lépés, át a svájci lány, hogyan zokog az apjáért, aki rákbetegen haldoklik épp Graubündenben, egy völgyben, s hultak a napsugarak a krikettütőkre, flanelnadrágokra, szalmakalapokra, tintatartókra, festékdobozokra, bogarakra, meg parányi madár koponyákra, s a falakra szögezett hosszú, hínárfürtökből só és moszat átható szaga áradt,
beleevődött a föveny homokjától érdes törülközőkbe is. És így a visszáj a széthúzás, az örök ellenvéleményezés, az előítélet szelleme, beléjük magukba, gondolta Mrs. Ramsay. Ó, hogy ilyen korán kezdik, panaszolta magában, mindenben annyira kritikusak az ő gyerekei íme. Annyi badasságot összehordanak. Elhagyta az ebédlőt, kézenfogva vezette James-t, aki nem akarta többiekkel menni. Nagy butaságnak tartotta már most ő maga ezt a különbözősdét. Mintha nem lennének az emberek már úgy eleve, épp eléggé különbözőek, az ég áldaná meg. A valódi különbözések pedig gondolta, ahogy ott állt a szalon ablakánál, jócskán elegendőek. Elég is lenne belőlük. S így most a gazdagokra és a szegényekre, a fentebb és az alantabb élőkre gondolt. Az előkelő származásnak a kicsit kelletlenül is megadott némi tiszteletet. Jár, ami jár, mert hát nem csörgedezik-e az ő ereiben is valamennyi annak a nemes, bár enyhén titokzatos olasz családnak a véréből, melynek leányai a 19. század angol szalonjaiban kezdtek forgolódni mindenfelé, bájosan sejpegve és szilajuk kavarulva, bizony tőlük lehetett az ő összes szellemessége, egész viselkedése, vérmérséklete, nem pedig a nehézkes angoloktól, a hideg hals kótoktól, ám a másik kérdésen, gazdagokén és szegényekén már jóval alaposabban eltöprengett, és azokon a dolgokon, melyeket napra nap a maga szemével láthatott itt vagy Londonban, mikor meglátogatta ezt az özvegyet, amaszt a szegény feleséget karján táskájával, benne jegyzettömbbel és szeruzával, hogy gondosan felírja a béreket és a kiadásokat, mennyi a munka, mekkora a munkanélküliség, és remélhette, hogy így nem marad magános, esetleges nőszemély, aki azért jótékonykodik csak, hogy koncot vessen, csitítandó felháborodásának kíváncsiságát elégítse. Nem. Akkor így ő talán már kutató, s iskolázatlanságában az ilyesmit nagyon is csodálta valaki, aki társadalmi kérdésekre világít rá. Problémákra igenis, mert megoldhatatlanságok ezek. Vagy hát így érezte, míg James kezét fogva ott állt. A kinevetett fiatal ember követte őket, igen, a szalomba, az asztalnál matatott valamivel félszegen, kívülállónak érezve magát. Ezt Mrs. Ramsay jól tudta, oda sem kellett néznie. Mind eltűntek a gyerekek, mint a Doyle és Paul Rayleigh, Augustus Carmichael, a férje, egyikük se volt már sehol. Mégis megfordult hát, sóhajtva mondta. Nem mondhatná, ha csatlakozná hozzánk, Mr. Tensley. Elintézendők a városkában, jelentéktelenségek előtte, egy-két megírandó levél, 10 perc talán az egész, akkor még kalapot vesz, felindulhatnak. S valóban 10 percbe telt. Már jött is karján kosarával, napernyőjével, tip-top, sétára készen, csak jött mégis egy kis közjáték, a teniszpálya mellett elhadatva. Ott meg kellett kérdeznie Mr. Carmichael-t, nincs-e szüksége valamire, s elnézte egy pillanatig azokat a sárga, macska szemeket, a napozó ember. Csak félig sandított fel, igen, így is ment, mint a lesben álló macska. S a két szemgolyó tükrözte ugyan a bólongó ágakat, a vonuló felhőket, érzelmekről azonban nem árulkodott. Mert hogy hatalmas útra indulnak, mondta ő nevetve, a városba. Bélyeg, levélpapír, dohány, kérdezte, igyekvőn, közvetlenül Mr. Carmichael mellé állva. De nem, itt semmi sem kellett, kezek összekulcsolva a tekintélyes pocakon. Hunyorgás jelezte kedves szándékkal a bűvöletet. Mrs. Ramsay csábító jelenség volt, mert kisé ideges mindig. Ám a dolgok szintén csak szándék marad. A napozó belemerült abba a szürkés, zöldes derengésbe, mely valamennyiüket, mintha szenderegve ölelte volna körül, ami szükség lett volna itt szavakra, ebben az igen-igen jó akaratú, üvözítő elnyedtségben. Ebben úszott az egész ház, maga a világ, és Carmichael már eleve ebédnél belecsöppengetett pár csepp micsodát a poharába, és a gyerekek szerint ez magyarázta azt a rikító kanáriságra, csíkot is,
a különben tejfehér bajuszon és a szakállán. Nem kér semmit, mormolta. Nagy filozófus lehetne, mondta Mrs. Ramsay, ahogy lefelé haladtak az úton, a halászfalut közelítve. De szerencsétlenül nősült, s ő maga napernyőjét úgy tartva, mereven, hogy még arcára is kiült valami roppant várakozás, mindjárt összefut valakivel a sarkon, elmesélte Carmichael történetét. Oxfordi viszony valami lányjal, gyors házasság, a futó kalandra, szegénység, út Indiába, egy kis költészeti fordítás. Azt hiszem, nagyon szép, majd a készség, hogy perzsa vagy hindusztáni nyelvre tanítja a fiúkat, de tényleg minek? És akkor tessék, ott hever csak, ahogy látták az imént a gyepen. Ez így hízelgett Charles Stanley-nek, vigasztalta mellőzöttségében, hogy Mrs. Ramsay neki ilyeneket mesél. Felélénkült, s az a célzás, hogy a nagy szellemű férfinak még hanyatlásában is kiár a feleség teljes odaadása, igen, hogy ura munkásságának alávesse magát, holott Mrs. Ramsay nem hibáztatta azt a kis nőt, s elég boldog volt a házasság is persze. Ezt Stanley pedig eddig nem tapasztalt, jó érzéssel töltötte el, s nem bánta volna, ha most például konflisba ülnek, fizette volna a kocsist. Nem vihetnéne tán azt a kis táskát? Nem, nem, azt mindig ő maga viszi. Való igaz? Igen, ezt Stanley érezte belőle. Érzett még sok minden mást is, és ez nem tudta miért zavarta. Szerette volna, ha látja őt Mrs. Ramsay, már talárban, ahogy együtt vonul a karral. Előadó lesz, professzor, mindenre képesnek érezte magát most, szinte látta. De mit néz úgy Mrs. Ramsay? Ó, egy plakátragasztót. A lepedőnyi falragaszt szépen kisimolgatott, bontakozott a kefe, meg annyi mozdulatára egyre újabb lábak, karikák, lovak látszottak tündökletes pirosan kéken, s végül a fél falat beborította a cirkusz hirdetménye. 100 lovas, 20 idomított fóka és oroszlánok, tigrisek, Mrs. Ramsay rövidlátó volt. Előre hajolt, úgy olvasta. Városunkba érkezik. Iszonyú veszélyes munka ez egy félkarú embernek, kiáltott fel, így egy létra tetején fenn. A férfi bal karját aratógép vágta le 2 éve. Menjünk el mindnyájan, kiáltotta Mrs. Ramsay, ahogy már indult tovább, és mintha gyermeki örömmel töltötték volna el a lovasok és a lovak, felette is a szánakozását. Menjünk, vágta ki nyomban Tansley, de kicsit túl erőltetett határozottsággal. És Mrs. Ramsay meg is rezzent. Gyerünk a cirkuszba! Képtelen őszintén mondani. Képtelen őszintén érezni. De miért? Tűnődött nyomban. Mi a baj vele? Hirtelen valami meleg rokon szenvet érzett Tansley iránt. Gyerekkorunkban nem vitték őket cirkuszba? És kérdésére a fiatal ember azt felelte, hogy nem. És mintha csak erre az érdeklődésre várt volna, napok óta azt várván, hogy elmesélhesse, miért maradt el mindig a cirkuszlátogatás. Nagy család, 9 gyerek, az apa dolgozó ember, gyógyszerész, Mrs. Ramsay patikája van. És hogy ő 13 éves kora óta önellátó. Telente gyakran járt nagy kabát nélkül. Sosem volt módja a vendéglátást viszonozni, ilyen mereven fejezte ki magát. Így teltek egyetemi évei. Mindenét 2-szer olyan tartósra kellett csináltatnia, mint másoknak. A legvacakabb dohány szívta. Kapadohányból volt a cigarettája, mint a rakparti öregembereké. Kemény munka mindegyre. Napi 7 óra. Témája most valaminek a hatása valakire. S ahogy mentek, mentek csak közben, Mrs. Ramsay nem egészen értett mindent. Pár szót csak hébe-hóba, disszertáció, tanársegéd, adjunktus, docens. Képtelen volt követni a rút tudósi gyakorlati zsargont, mely csak áradt, egyre áradt, hanem azt megállapíthatta magában, hogy érti már, miért billentette ki egyensúlyából ezt a szegényt. A cirkusz dolga, miért kezdett apjáról, anyjáról minden lehetőt, lehetetlent összehordani, meg hogy a testvérei. És Mrs. Ramsay el is tökélte, tenni fog róla, ne ugrassák, ne nevessék. Beszél a dologról Prue-val. Jó, persze, ez itt a legszívesebben azt híresztelné, hogy Ibsen bemutatón volt Ramsay-ékkal. Micsoda önhit fráter, gondolta. Az kibírhatatlanul unalmas.
Mert hiába, hogy rég beértek a városkába. Ott haladtak a főutcán, kordék zörögtek a macskaköveken. Mr. Tansley egyre csak holmi alapítványokról, oktatásról, munkásemberek megsegítéséről, osztályellentétekről, előadásokról beszélt. És Mrs. Ramsey végül megállapíthatta, hogy na tessék, a kisember nagyon is visszanyerte önbizalmát. Hol van már a cirkusz balesete? És ott tart, hogy mesél neki. És ezt sejtve Mrs. Ramsey megint meleg rokon szenvet érzett iránta. Hanem akkor hirtelen elmaradtak. Mindkét felől a házak. Ott voltak már is a rakparton. Kitárult előttük az öböl, s ő nem állhatta meg, hogy közben ne kiáltson. Ó, de gyönyörű! Mert látta maga előtt a hatalmas kék vizet. Középen nagy messze persze. Az öreg világító tornyot, komoly és szigorú alakját. Jobbra meg, ameddig csak a szem ellátott lágyan, enyhe kicsi lankákkal sorakoztak, a végtelenbe veszve a zöldes, homoktűnék, vad, fűszőnyegük ellenére, mintha ember nem lakta, holdbéli táj felé vonultak volna. Ezt a látványt, mondta akkor, megtorpanva, szürkébre való szemmel, ezt szereti annyira a férje, és egy pillanatra elhallgatott, de újabban mondta akkor, művészek járnak ide. Való igaz, pár lépésnyire tőlük az egyik festő, panama kalapban, sárga cipősen, ott állt komolyan gyengéden, elmélyült tekintettel. Figyelte őt vagy 10 kisfiú, és akkor a piktor, nagy megelégedettségét tükröző arccal, mártott. Ecsetjének hegyére lágy zöld vagy rózsaszín masszát vett. Mióta Mr. Ponsford itt járt, jegyezte meg Mrs. Ramsey 3 éve. Minden kép, már csak ilyen, zöld és szürke, citromsárga vitorlásokkal, a parton rózsaszín nőkkel. Hanem, hogy az ő nagyanyja barátai, mondta Mrs. Ramsey, elhaladtukban diszkréten a festő felé pillantva, nem sajnálták a fáradtságot. A saját színeiket keverték ki, porrá törték, majd nedves ruhával takarták le, hogy ki ne szikkadjon. Tehát így akarja tudtára adni, gondolta Tansley, neki itt most, hogy ez a festő itt gyatra dolog. Vagy nem így mondják? A színek nem hitelesek? Vagy nem így mondják? A roppant érzelem hatására, mely a járással csak egyre nőtt, igen, ahogy ott kezdődött a kertben, aztán, hogy el akarta venni Mrs. Ramsey táskáját. Itt most már a városkában mindent el szeretett volna mondani magáról. És így adódott, hogy épp önmagát, vele összes dolgát, amit csak tudott, kicsit grotesznek látta. Furcsa volt nagyon. Ott állt most egy kopottas kis ház nappaliában. Ide jöttek Mrs. Ramsey-vel, aki épp fent volt az emeleten, pár percre megnézni valakit. Egy nőt. Tansley gyors lépteket hallott odafentről, és Mrs. Ramsey hangját is. Elébb vidámnak, majd halkan visszafogottnak. Nézte a gyékényeket, a teásdobozokat, az üveg lámpaernyőket. Eléggé türelmetlenül várakozott, alig másként, mint hogy el innen, el, s hogy a táskát legalább most már vihesse, haza akkor hallhatta. Mrs. Ramsey jön vissza. Becsuk egy ajtót. Azt mondja, tartsák nyitva az ablakokat, csukva az ajtókat, szóljanak, ha valami kell nekik. Alkalmasint egy gyerekhez beszélt, s akkor már ott is volt, egy pillanatig csendben állt, mint aki fönn csak tette magát, s ez itt lent az igazi megvillanása. Mozdulatlan volt mögötte Victoria királynő kék térd szalagrendes képe, s Charles Tansley akkor rádöbbent, miről van szó. Erről van szó, Mrs. Ramsey a legszebb nő, akit csak látott életében. Csillagok a szemében, fátlak hajában, meg ciklemenek és ibolyák. Miféle örültségeket gondol ő? Legalább 50. Van 8 gyereke. Virágos réteken léptel állta, át a kebléhez bimbókat szorít, letört rügyeket, felbukott kis bárányokat, csillagok a szemében, a szél a hajában. Elvette a táskát. Viszontlátása, Elsie, mondta Mrs. Ramsey. Indult, napernyőjét mereven tartotta, egyáltalán úgy lépdelt, mint aki arra számít, hogy a sarkon már is találkozik valakivel, és Charles Tansley-t, ahogy mellette ment, rendkívüli büszkeség járta át. Egy ember, aki a csatornában ásott, abba hagyta az ásást, és ránézett. Lejtette a karját, és ránézett. Charles Tansley-t. Rettenetes büszkeség fogta el.
Érezte a szelet, a ciklement és az ibolyákat, mert életében először kísérhetett egy ilyen gyönyörű nőt, és már a táskáját is vitte. 2. Nem lesz kirándulás a világító toronyba, James, mondta az ablaknál állva Tensley után, de Mrs. Ramsay iránti hódolatból igyekezvén, hogy legalább a szívesség látszada érződjék. Undok kis ember, gondolta Mrs. Ramsay, mit kell folyton ezt hajtogatni?